Bonyhádon születtem, mindig is bonyhádi embernek tartottam magam. Természetesen ide jártam iskolába és általános iskolába, az akkor még létező 2. számú általános iskolába. Nagyon jó emlékeim vannak a sok-sok gyerekről, nagyon sok osztály volt, akkor az évfolyamon F osztály is volt, ha jól emlékszem, a Majosi osztályt is beleszámolva, és hát jó volt a 80-as években, vagy a 70-es években tanulónak lenni. Matematikából általában jó versenyeredményeket sikerült elérni már általános iskolában, és ezért gondolták úgy a szüleim, illetve hát én is, hogy valamilyen matematikával kapcsolatos emeltebb szintű oktatásban jó lenne részt venni, és ezért a Fazekas gimnáziumnak a matek tagozatára sikerült felvételt nyernem. Az egy egész komoly felvételi vizsga volt már akkoriban is, és így a heti 10 matematika órával, a napi 2 matematika órával elég erős alapokat sikerült megszerezni. Azt hiszem, hogy az egész életnek az alapja a matematika, mindenhol megtalálható, és ezt nagyon fontosnak érzem, hogy tényleg minden szakterületen valamilyen szinten kicsit matematikusnak, meg logikus gondolkodásúnak kell lenni. Ez a pár év arra is jó volt, hogy rájöttem, hogy nem én vagyok a matematikából a legjobb, meg nem én vagyok az igazi matematikus alkat, és akkor tulajdonképpen a gimnázium utolsó egy-két évébe dőlt el, hogy nem ilyen irányba mennék tovább, hanem az orvosi pályát választottam. Mindig is érdekeltek a betegségek, a gyógyítással kapcsolatos dolgok. Mindig is próbáltam valahogy segíteni a rászorulókon, olyan értelemben, hogy ha a családban volt beteg vagy mozgássérült, akkor próbáltam őt támogatni. Az egyetemi év az 6 év volt, ha már Pesten volt a gimnázium, akkor Pesten volt az egyetem is, és a harmad és negyed év után lehetőség volt kiskórházakban is gyakorlatot szerezni, például a belgyógyászati osztályon, például a sebészeti osztályon, és akkor én a Bonyhádi kórházat választottam, és hát teljesen más volt itt a hozzáállás a nővérek, az orvosok, illetve a betegek részéről, mint mondjuk egy személytelen budapesti nagykórházban, és ezért sem csoda, hogy az egyetem végén én a Bonyhádi kórházat választottam. És 1992-ben végeztem, és 1992. október 1-je óta dolgozom ugyanebben a kórházban. Volt, amikor kifejezetten nehéz időket éltünk, volt itt aktív betegellátás, volt nagyon sok ügyelet, az orvos létszám soha nem volt a maximális, és olyan is volt, ami szinte a mai világban már elképzelhetetlen, hogy egy hónapban 12-14 ügyelet is jutott ránk. Az azért nagyon megterhelő volt. Ezt leszámítva a nővérek igazi közösséget alkotnak, a betegekkel az utcán is megismerjük egymást, és a boltokban is tudunk két szót beszélni egymással, és ez ugyanilyen fontosnak érzem a gyógyításkor is. Egy kiskórháznak mindig is az volt az előnye, hogy bár felszerelésben, és gondolok itt CT, MR-ben messze elmaradtunk, hiszen nincs ilyen eszközünk a nagykórházaktól, de a szeretetben és az odafigyelésben és a személyes kapcsolatokban viszont ez messze menőleg behozta. Gimnázium során jöttem rá, hogy én vidéki gyerek vagyok, és hogy bonyhádi, mert amikor elsős gimnazistaként egyszer tavasszal hazajöttem egy hétvégén, és minden zöld volt a Perccel-kertbe, akkor én rájöttem, hogy én vidéki gyerek vagyok. Egy nagyon nagy megtiszteltetés, egy nem várt megtiszteltetés, amikor polgármesterasszony fölhívott, azt hiszem, hogy a szavam is elállt, pedig ez ritka, és hát nagyon meglepődtem, és hát nagyon örültem neki. Egy nagyon nagy erkölcsi, pozitív díjnak értékelem.